Az ukránok attól tartanak, hogy fogytán az idejük elhagyni Kijevet. A főváros vasútállomása zsúfolásig tele van indulásra várókkal. Az emberek özönlenek a pályaudvarra, hogy biztonságosabb helyre utazzanak. Azért megyünk el, mert nagyon félünk, hogy az orosz katonák megölnek minket. Félünk attól, hogy rakéta csapódik a házunkba, amelynek alaksorában eddig meghúztuk magunkat. Csak azért megyünk el, hogy életben maradjunk, mondta egy fiatal fogorvos. Visszük a macskáinkat, a gyerekeinket. Szeretnénk valami biztonságos helyet találni nekik, mondja egy idősebb nő. Az ENSZ becslései szerint eddig mintegy 500 000 ember menekült el Ukrajnából a szomszédos országokba. Többségükben nők, gyermekek, idősek. Ez a fiatal anya is. Két napig álltunk a határon, nagy volt a dugó, gyerekekkel voltunk, önkéntesektől kaptunk enni és inni, mondta. Az Unió belügyi biztosa Romániába látogatott az egyik határátkelőhöz, ahol több ezer menekültnek viselik gondját. Az én konkrét felelősségem biztosítani, hogy azokat az embereket, akik eljutnak az Európai Unió határáig, szívélyesen fogadják, magyarázta. A lengyel, a magyar, a szlovák, a román és a nem uniós tag Moldova határán lévő ellenőrző pontoknál hosszú autó és buszsorok torlódtak fel, de sokan vannak olyanok is, akik gyalogszerrel lépték át a határokat.